hát akkor sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, most itt beitálok Rákos rendezőn, és a végső úti cél az a Galancsitó lesz, ahol az üvegtigris büfét fogom megkeresni. Azzal valahol a térképen be van nekem jelölve, hogy hol van, ugye Pilissebáig elmegyek vonattal, a cél hát onnan meg majd biciklizni kell, mert elég messze van, úgyhogy tök, ugye, spotter bicikli, itt van. Na, kitekeltem Rákos rendezőig, itt megvárjuk a vonatot, ebben 10 perc hova indul onnan. Csak most éppen tűz a nap, és itt van árnyék, úgyhogy majd ugye bemondja a hangos, hogy érkezik, akkor fogok kimenni. És hát ugye ez még mindig Rákos rendező. Aztán Pilissebától egészen a Galancsitóig, ilyen pár kilométer, azt meg ugye biciklivel, mert emberi időben busz nem jön. És általában az ilyen körjáratok, mert benne mennek oda, hogy leszállsz, indul és vissza, aztán órákig semmi, de hát akkor megy egyszerűbb. Megnézzük az üvegtégés büfét, szétnézünk a tó környékén. A többit meg majd meglátjuk. Így egyre várjuk a vonatot, valószínűleg fölött lesz. Azon biciklit lehet vinni, kényelmesen el is fér. Jegy már megvan, csak a vonatra kell várni. Úgyhogy majd jelentkezem, de valami jön. A Metropolitán nemzetközi volt. Egy jó kis kodacsodával. Szemből meg jön egy papagájszíli, az valószínűleg valami váci vagy gödi személy, vagy gyors, vagy zóna, vagy valami. Sziasztok, üdvözletem minden Pilissebáról. Ezzel megérkeztünk a vonattal, a vonat még itt van. És egyébként szerintem ott mögöttem, ott azon az, vagy hát most mellettem, ott az átjárón kéne átmenni. De a vonat még itt van, nézzétek meg, fölött volt tényleg. Z72-es. Jó, hát és akkor szerintem itt át lehet menni. Csak szerintem várjuk meg, még a vonat elmegy. Már úgy látom, nincs kiállata, úgyhogy egy darabig még marad. Hát ő kereszte már. De meg itt kell átmenni a túloldal, és Dinnye fele kell tovább menni, ahol a térképet néztem meg. Van kiállat. Mindegy, akkor most átmegyünk, most nem jön. Egyébként mindig itt a vonat. Csak kimegyünk, nem megyünk ki, megállt. Tessék alanyosan elindulni. Úgy van, megy ez. Sziasztok, ezt nézzétek, itt vagyunk. És van egy kimerítő kaptató, fölfelé az emelkedőn, meg forgalmas főút. Jaj, ezt nézzétek, itt van az üvegtigris. Sikerült megtalálni. Sziasztok. Hát sajnos maga az üvegtigris büfé nem volt nyitva. Még az átalakításokat végzik rajta. Hát még beletelik egy pár hétben, mire kinyit. De van itt mellette egy étterem egyébként, ez még, hát még nincs nyitva, de hamarosan kinyitva, nézzétek meg. Ez itt a Galancsitó, egyébként nagyon szépen néz ki, de mint megtudtam, ez nem halastó, vagy legalábbis régen az volt, de most már nem. Úgyhogy ez most itt csak látvány. És akkor visszamegyek még oda a büféhez, aztán onnan még csinálok egy pár képet. Nézzétek, sajnos nyitva nincsen, de jövő héten ki fog nyitni. De ez is érdekes így látni. Meg a tó is itt nagyon szép innen. Úgyhogy mondhatni Easy Rider, öcsém Easy Rider. Úgyhogy ez a videó az így ennyi lett volna. Hát ezt is megnéztük, hát sajnálom, hogy nyitva nem találtam, de nem lehet minden tökéletes. Most tudtam erre járni. Így nagyjából tudtam, hogy hol van, de hát majd ha legközelebb erre járok, akkor most már pontosan szívesen tudok idejönni, nem fogok itt eltévedni, meg elcsámbolódni másfele. Ez ennyi lett volna. Sziasztok!